Sziasztok, a Mobdisz TV-t nézzétek, és itt az Alcatel OneTouch 810D, ami is egy ilyen szappantartó formájú, vagy inkább sminktükörnek szánt telefon, igazán csajos kivitel, hogyha úgy veszük. Ahogy láthatjátok, ez egy érdekes kialakítás, hát itt láthatjátok igazán összecsukva egy másik színbe, olyan, mint egy kis sminkkiegészítő, púderes doboz, ahogy súgnak itt nekem közben. Maga a telefon szétnyitva igazából egy abszolút egyszerű QWERTY billentyűzetet tartalmaz, illetve egy kisméretű kijelző. Maga a készülék nem touchscreenes, tehát igazából nem nyomkodhatom, ellenben azonban két SIM-kártyát is képes kezelni. A menüben, ami érdekesség, az a social integráció, hiszen van benne Facebook, Twitter, illetve Operát is találtam rajta. Tehát elvileg alapszinten netezni is lehet akár rajta a kis kijelzőjén. Külön extra, ott van egy ilyen gombunk, sminktükör, amit hosszú, hogyha megnyomunk, elsötétedik a képernyőnk és sminkelhetünk. Ez egy kiemelni való funkció, hogy láthatjátok több színben is van, hiszen ez a pink, míg van egy ilyen lilásabb bíbor színünk. Tehát az elején pedig egy ilyen ledet is láthatok, az különböző funkciókat, tehát a formákat lehet erre beállítani. Most éppen ez smiley, de ez lehet akár szívecske is, vagy éppen óra, illetve egy kamera is található az elején. Körbenézve a készüléket, igazából check csatlakozót találtok rajta, hangerőszabályzót, nyakbalkasztót lehet befűzni bele, tehát ez tényleg egy alapkészülék kifejezetten lányoknak, olyanoknak, akik akár két telefont is szeretnének egyben tudni, hiszen dual SIM-esről beszélünk. Ádám voltam, a Mobdix TV-t nézitek, és ez itt az Alcatel OneTouch 810D típusú telefon. Sziasztok!